gazdaság, szlovák-magyar együttműködési lehetőségekről tartottak fórumot. Közös projektek, együttműködési megállapodást kötött az Eperjesi és a Nyíregyházi Egyetem. Kertszépségverseny, Borbányai a 2016-os év legszebb kertje. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Szlovák-magyar gazdasági fórumot rendeztek Nyíregyházán. A szlovák napok keretében szervezett esemény célja, hogy felkutassa a két ország közötti gazdasági együttműködési lehetőségeket, továbbá, hogy alkalmat adjon a magyar és szlovák partnerek találkozására. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara együttműködve Nyíregyháza városával és a Szlovák Köztársaság nagykövetségével azzal a célra rendezte meg a fórumot, hogy gazdasági szempontból is közelebb hozza egymáshoz a két országot, ezáltal lehetőséget biztosítva a helyi és megyebeli vállalkozások számára szlovák cégekkel, partnerekkel való együttműködésre. A kamarának az egyik alapvető feladata az, hogy üzleti lehetőséget biztosítson a vállalkozások számára, és kitekintsünk a határokon túlra is, és olyan vállalkozókkal ismertessük meg a megyei cégeket, akikkel esetleg üzleti kapcsolatba kerülhetnek az elkövetkezendő időszakban. Mi úgy gondoljuk, hogy a szlovák partnerkeresés az egy nagyon fontos feladat lehet, hiszen közös határunk van, és a közelség is olyan, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy szorosabb üzleti kapcsolatokat építsenek ki a gazdálkodó szervezetek. A fórumra nagy számban érkeztek helyi és megyebeli vállalkozók, akik lehetőséget kaptak a szlovák vállalkozásokkal történő közvetlen kapcsolatfelvételre, valamint az előadókkal való személyes konzultációkra is. Idegenforgalmi szempontból szeretnénk mi is információt kapni a határon túli vállalkozókról, illetve vállalkozásokról. Jelenleg most a vállalatunk, a cégünk szintén egy projektben próbálkozik idegenforgalommal, ez Tokaj hegy alja. A város, Nyíregyháza is, és Tokaj is most már lassan össze lesz kötve, ha más nem kerékpárúttal jelképesen, de szeretnénk, hogyha ez tényleg valóban tovább nyúlna a határon, és ennek egy alapjait, illetve a kezdő lépéseit szeretnénk itt egy kicsit megtenni, és információt szerezni mindarról, hogy odaát, hogy zajlik ez a kis idegenforgalmi kapcsolat. Az eseményen jelen volt dr. Kovács Ferenc polgármester, aki hangsúlyozta, az elmúlt néhány esztendőben sikerült szorosabbra fűzni a két ország közötti kapcsolatokat, elsősorban az oktatás és a kultúra területén. A jövő azonban a gazdasági együttműködések kialakításáról kell, hogy szóljon. Mi a hátterét, a feltételeket tudjuk segíteni. Konkrétan az együttműködéshez vállalkozók kellenek, cégek kellenek. Ez az első lépés, hogy találkozzanak egymással, tudjanak egymásról. Én biztos vagyok benne, hogy ha ez megtörténik, és megfelelő módon, akkor ebből közös haszon is lesz, ami természetesen a gazdaság együttműködés mellett jelent foglalkoztatást, munkahely megtartást, és hát külön kiemelném a turisztikát, ahol talán már ez sikerült is elmozdítani, hiszen láthatjuk azt, hogy az elmúlt 5 év turisztikai fejlődésében a szlovák vendégészaka szám az az első. A rendezvényen az érdeklődő vállalkozók információkat és előadásokat hallhattak a szlovák-magyar gazdasági kapcsolatokról, a szlovák piaci lehetőségekről, kiemelten Kassa és Eperjes gazdasági és idegenforgalmi potenciáljáról. Együttműködési megállapodást kötött az Eperjesi Egyetem és a Nyíregyházi Egyetem rektora a Városházán. A testvérvárosi kapcsolat szorosabbá tételét jelenti, hogy a két felső oktatási intézmény a jövőben nem csak oktatási szinten, de a kutatásban és a nemzetközi projektekben is szeretnének közösen dolgozni. Az elmúlt 2 évben jelentősen megerősödött Nyíregyháza és a testvérváros Eperjes kapcsolata, így egyértelmű volt, hogy kezdeményezze a két egyetem együttműködési megállapodását is, mondta dr. Kovács Ferenc polgármester. Korábban már testvériskolai megállapodást kötöttek a városok evangélikus gimnáziumai. Nyíregyháza és Eperjes földrajzilag is közel van egymáshoz, dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkeznek, így folyamatosan
folyamatos és tartalmas lehet a közös munka minden területen. Az egyetemek a jövőben nem csak oktatási szinten, de a kutatásban és a nemzetközi projektekben is szeretnének közösen dolgozni. Azért különleges ez a most aláírt együttműködési megállapodás az Eperjesi Egyetemmel, mivel a két város kapcsolata igen jó, testvérvárosokról van szó, és azt is el kell mondjam, hogy nagyon sokat köszönhetünk a tekintetben dr. Kovács Ferenc polgármester úrnak, hiszen az ő ösztönzésére indult el ez a folyamat még a tavasszal, hogy a két egyetem is megkösse a maga szerződését, és ezzel hozzá tudjunk járulni a testvérvárosi kapcsolatok erősítéséhez. Az Eperjesi Egyetem rektora elmondta, már a 70-es években is volt kapcsolat a városok akkori főiskolái között. Gondolom, hogy ennek az önműködésnek, ami volt, folytatása lesz ez. Az ilyen hivatalozása annak az önműködésnek, ami volt, ami mindig az emberek kapcsolatain áll, az emberek együttműködésén, és az emberek, tanszékek, szakok érdekeiben. A két egyetem együttműködési megállapodását ünnepélyes keretek között írta alá a Nyíregyházi és az Eperjesi Felsőoktatási Intézmény rektora. Defibrillátort helyezett el a Nyíregyházi telephelye portáján az Agroker Holding ZRT. Ezzel Nyíregyházán már 31 nyilvános készülékkel segíthetnek a bajba jutott embereken. A cég egy 10 hónapos egészségmegőrző programot is megvalósított az új Széchenyi terv pályázatának segítségével. A nyíregyházi székhelyű Agroker Holding ZRT 10 hónapon keresztül 10 egészségnapból álló egészséges életmódprogramot szervezett a dolgozóinak az új Széchenyi terv pályázatának segítségével. A közel 10 millió forintos összköltségvetésű projektet az Európai Unió teljes mértékben finanszírozta. A program lezárásaként a cég egy defibrillátort is vásárolt. Elsősorban a dolgozóink iránt érzett felelősségvállalásunk motivált bennünket, illetve nem csak a dolgozóink, hanem a telepen megforduló bármely ember. Gyakorlatilag a telepen több vállalkozás működik bérleti formában, tehát nem csak a mi 115 dolgozónkról van szó, hanem szinte dupla létszám, aki állandóan tartózkodik a telepen, illetve a vevőink is jelentős számban vannak naponta hétköznapokon, akik itt megfordulnak, vevőink, szállítóink. Tehát egy forgalmas hely az Agroker Holdingnak a nyíregyházi telephelye, és úgy gondoltuk, hogy aki itt megfordul és bajba kerül, azonnal tudjunk segíteni. Az Agroker Holding ZRT társadalmi szerepvállalásával tovább bővült Nyíregyháza lefedettsége az életmentő készülék elérhetősége szempontjából. Nyíregyházán a 31. defibrillátor került kihelyezése. Országos szinten az első között vagyunk, lakosság szám arányában, tehát azt gondolom, hogy tényleg az élen járunk abban a tekintetben, hogy bizonyítjuk azt, hogy a lakosságért, az egészségükért, és hogyha nagy Isten tragédia van, akkor mindenki tudjon beavatkozni. Ugye ez azért fontos, mert bárhol történik hirtelen szívhalál, vagy bármilyen összeesés, akkor ezzel defibrillátor életeket lehet menteni. Lakosság számolányában országosan azért vagyunk az első között, mert máshol nincs is ilyen defibrillátor térkép, illetve nincs ilyen számban kihelyezve, mert nyilván ez a defibrillátor nem csak az itt élőknek, tehát az itt dolgozóknak, Nyíregyházán élőknek az életét is védi, tehát nem csak a cég, hanem az erre járóknak az életét is segíti és védi. Az életmentő készüléket az Agroker Holding ZRT Kinizsi utcai telephelyének portáján helyezték el, hogy szükség esetén a környéken élők és dolgozók számára is elérhető legyen. Új közösségi fészek, ifjúsági iroda és közösségi tér nyílt Nyíregyházán. A létesítmény átadóján dr. Urik Attila, Nyíregyháza megyei jogú város alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket, és kiemelte a hasonló helyi civil kezdeményezések fontosságát. Az idén 15. születésnapját ünneplő Központ Ifjúsági Egyesület mindenki számára nyitott létesítményének célja, hogy kortól, nemtől függetlenül bárki élvezhesse a közösségi tér nyújtotta előnyöket, és igénybe vehesse szolgáltatásaikat. A közösségi tér az elkövetkezendő időszakban számos tematikus klubbal, eseménnyel, kiállítással várja majd az érdeklődőket.
Szeptember 25-én vasárnap rendezi meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórháza az egészségügyi alapellátási igazgatósággal közösen a Szívvilág napját. Rendhagyó módon a Tirpák Fesztiválon a Kossuth téren várják prevenciós vizsgálatokkal azokat, akik tenni kívánnak egészségi állapotukért. 2000-ben javasolta a Magyar Szívtársaság, hogy minden év szeptemberének utolsó vasárnapját szenteljék a keringési rendszer központi szervének. Azóta tartják Magyarországon a Szív világnapját. Ilyenkor országszerte különböző programokon hívják fel a figyelmet a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének fontosságára, mivel ezek a problémák Magyarországon vezető haláloknak számítanak. Ebben elsősorban a szívinfarktus és a stroke szerepel. Többen halnak meg ebbe a két betegségben ma Magyarországon, mint az összes többi más megbetegedésbe vagy balesetbe. Nyíregyházán rendhagyó módon tartják idén a Szívvilágnapja alkalmából a rendezvényt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház az egészségügyi alapellátási igazgatósággal közösen a Tirpák Fesztivál keretein belül szeptember 25-én vasárnap 10 órától várják az érdeklődőket a Kossuth téren. Nekünk, mint egészségügyi intézménynek minden olyan dologban részt kell venni, ahol ez ellen tudunk valamit tenni. Nevezetesen egy ilyen rendezvény, mint ez a Szívvilágnap, ami már 2000 óta 16 éve, 16. alkalommal kerül megrendezésre. Ez egy olyan alkalom, ahol tudunk találkozni, szakemberek tudnak találkozni az emberekkel, akik esetleg nem is tudják, hogy őnekik már valami probléma elindult. Ennek érdekében vasárnap szűrővizsgálatokkal állnak az emberek rendelkezésére az egészségügyi dolgozók. Mérnek majd vérnyomást, vércukorszintet, testtömegindexet és haskörfogatot. Mellette pedig egyéb preventív megoldásokkal segítenek az egészségükért tenni vágyókon. A tapasztalatok azt támasztják alá, egy-egy ilyen szűrés során a megjelentek 10%-ánál találnak olyan problémát a szakemberek, amely miatt szakrendelésre irányítják. A megelőzés nagyon jelentőségű. Hogy lehet megelőzni a sztrókot, meg hát az egyéb kardiovaszkulás betegségeket is? Azokat a betegségeket, amelyek nagyon komoly szerepet játszak a sztrók létrejöttében, azokat kell kezelni elsődlegesen. Ilyen a magas vérnyomás, a cukorbetegség és bizony a szívbetegségek is, közülük elsősorban a szívritmuszavarokat kell kiemelni. Vasárnap a szűrővizsgálatok mellett életmódtanácsadással is állnak az egészségügyi dolgozók az érdeklődők rendelkezésére, hiszen az életformának, a mozgás mennyiségének és a táplálkozás minőségének jelentős szerepük van a megelőzésben. A szívbarát táplálkozás jegyében közös grillezésre várják az egészségükért tenni vágyókat vasárnap a Kossuth téren a szakemberek. Díjazták a 2016-os kert szépségverseny résztvevőjét. Idén a legszebb minősítést egy borbányai kert kapta. Mindjárt jönnek a részletek, előtte azonban nézzük a nap további híreit. Csütörtökön a Mező utcán egy kamion szabálytalanul váltott sávot, és rásorolt egy a mellette párhuzamos sávban haladó személygépkocsira. Személyisérülés nem történt, az anyagi kár azonban jelentős. Ma reggel a Nyíregyházi Városi Rendőrkapitányság érkerti rendőrösének járőrei és a rozsréti polgárőrök kisdiákok biztonságosabb közlekedését segítették a reggeli csúcsforgalomban a Váci Mihály Általános Iskolánál. Járdafelújítási munkálatok zajlanak a Bethlen Gábor utcán, a gyalogos forgalmat a szemközti oldalra terelik, a munkálatok még a jövő héten is tartanak. Ma délután a Garibaldi utcán egy tanulógépjármű forgalmi okokból fékezett. A mögötte érkező személygépkocsi vezetője erre későn reagált és hátulról nekiütközött. Személyi sérülés nem történt. Idén negyedik alkalommal rendezte meg a Nyírvévé Nonprofit Kft. És Nyíregyháza önkormányzata a kert szépségversenyt. A megmérettetés része volt annak a város szépítő akciósorozatnak, amelynek célja a kulturált, rendezett településkép kialakítása. Ebben az évben több kategóriában hirdetett nyerteseket a szakértőkből álló zsűri. Befejeződött a 2016. évi kertszépségverseny, amit minden évben a Városüzemeltető cég Nyíregyháza önkormányzatával hirdet meg közösen. A megmérettetésre július 19-ig várták azokat, akik szerették volna megmutatni kertben végzett munkájuk eredményét. Ebben az évben 4 kategóriában lehetett nevezni. Keresték a legvirágosabb társasházat, a legvirágosabb családi házat, a legvirágosabb intézményt és a legszebb fát. A Nyírvévé Nonprofit
Profit Kft. Szakemberei a nyár második felétől járták végig azokat a kerteket, amelyeket beneveztek a versenyre. Összesen 150 udvar tekintettek meg. Nagyon fontosnak tartjuk, és elkötelezettek vagyunk abban, hogy Nyíregyháza minél kulturáltabb, rendezettebb, virágosabb és zöldebb legyen. És azon túl, hogy ezt mi fenntartjuk, nagyon fontosnak tartjuk, hogy ebbe a lakosságot is bevonjuk és ösztönözzük arra, hogy minél többen vegyenek részt ebben, hogy minél szebb és virágosabb legyen városunk. Nyíregyházán több városszépítő akció ösztönzi a környezet szebbétételére a város lakóit. A legfontosabb az, hogy maga a város, illetve a városnak a társasága nagyon szépen és jó alkalban tartja a közterünket és parkjainkat. Nagyon szépen virágosítva vannak a parkok, gondozottak, nincsenek parkfős részek Nyíregyházán, ami a város gondozásában van. Én azt gondolom, hogy ez a kiindulási alap, és ezentúl a plusz az, hogy maga a város is végez akciókat, és ösztönzi a lakosokat, hogy ők is szépítsék a kertjeiket. Az új életfa akció, a balkonföld akció, vagy éppen az, hogy hulladékért virágot akció, tehát nagyon sok olyan a szomszéd fűje zöldebb akció, tehát nagyon sok olyan akció van, ami egyrészt ráirányítja a figyelmünket arra, hogy gondozzuk a környezetünket, becsüljük meg, ne tegyük tönkre, mert néha erre is kerül sor, és a lakosok is a saját telkeiken belül figyelnek oda erre a dologra. A szakmai zsűri családi ház kategóriában a legszebbnek a Pető család kertjét ítélte meg. Pető Dániel és felesége több éve hobbi szinten foglalkozik növényekkel. Naponta legalább 4 órát dolgoznak azért, hogy irigylésre méltó szép környezetet varázsoljanak kertjükből. Újságban olvastuk, hogy van ilyen lehetőség, és mivel nagyon szeretjük a virágokat, és amint lehet látni, hogy tényleg ápoltak szépek, tehát sokan meg is dicsérik, mindenkinek tetszik, és úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk, hát ha másnak is fog tetszeni. Az idei kert szépségversenyen kategóriánként 3-3 nyertest hirdettek. A családi házas kategóriában második egy kisteleki szülői udvar, míg a harmadik egy nyírszülősi családi ház kertje lett. Intézményi kategóriában harmadik lett a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Pacsirta utcai udvara, második a Tündérkert Keleti Óvoda Kállói úti intézménye, elsőnek pedig a Gyermekjóléti Intézmény Malom utcai bölcsődéjét ítélte a zsűri. Társasház kategóriában harmadik lett egy Fazekas János téri előkert, második egy Garibaldi utcai udvar, még első egy Széchenyi utcai terület lett. Külön díjban részesült egy Palánta utcai ház, ahol a tulajdonos több földrész növényeit foglalta rendszerbe. Idén először hirdették meg a legszebb fa kategóriát, amelynek győztese egy 50 éves mamutfenyő lett, amelyet Mohácsi Józsefné gondoz. A díjazottak szakmai tapasztalatok mellett összesen 700 000 forint értékű növényvásárlási utalványban részesültek. Rangadókat játszanak a hétvégén a nyíregyházi kézilabda együttesek. A harmadik helyen álló nyíregyházi KC a második Algyőt fogadja. A női NB2-es bajnokságban a Kölcsei DS-e is hazai pályán játszik a Máté Szalka ellen. Erősen megváltozott kerettel kezdte a mezőkeresztes ellen a Kölcsei DS-e az őszi idényt, 5 meghatározó játékosa nélkül, ráadásul Katona és Varga egész héten lázas volt, Gyimesi és Pap egyetemi feladata miatt nem edzhetett, Kilkinek kisebb műtéte volt, Kelemen válla pedig még nem 100%-os, tehát nem mondható optimálisnak a felkészülésük. Jó iramú volt a találkozó, és bár sokáig tartotta magát a Kölcsei, a végén a hazaiak nyertek 28-22-re. A csapat a hétvégén a második fordulóban a Máté Szalkát fogadja. Nehéz lesz, természetesen nálunk nagyon nagy változások voltak az ellenfélnél is, bár az ellenfélnél a változás azt jelentette, hogy NB2-es játékosok helyett hoztak NB2-es felnőtt játékosokat, tehát abból egy kicsit könnyebb a csapatépítés, viszont tudjuk, hogy egy nehéz csapat, presztízs mérkőzés, úgyhogy szeretnénk mindenképpen bizonyítani hazai pályán is, őszintén mondom, győzni szeretnénk. A férfi NB1B-ben a Törökszentmiklósi Székács elleni meccset követően az NKC legutóbb Szigetszentmiklóson is győzött. A kézilabdások a tavalyi bajnok csapat, a Contitech Algyő ellen folytathatják jó sorozatukat. Szeptember 24-én szombaton este 18 órakor a Continental Arénában találkozik a bajnokság jelenlegi második és harmadik helyezettje. A héten egy találkozót már nyert az NKC, szerdán a Magyar Kupában 37-32-re verték az Ózdot és tovább jutottak. Az Algyő elleni rangadót a Nyíregyházi TV vasárnap este 18 órától közvetíti. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban.
Szlovák-Magyar Gazdasági Fórumot rendeztek Nyíregyházán. A szlovák napok keretében szervezett esemény célja, hogy felkutassa a két ország közötti gazdasági együttműködési lehetőségeket, továbbá, hogy alkalmat adjon a magyar és szlovák partnerek találkozására. Együttműködési megállapodást kötött az Eperjesi Egyetem és a Nyíregyházi Egyetem rektora a Városházán. A testvérvárosi kapcsolat szorosabbá tételét jelenti, hogy a két felső oktatási intézmény a jövőben nem csak oktatási szinten, de a kutatásban és a nemzetközi projektekben is szeretnének közösen dolgozni. Idén negyedik alkalommal rendezte meg a Nyír VV Nonprofit Kft. És Nyíregyháza önkormányzata a kert szépségversenyt. A megmérettetés része volt annak a városszépítő akciósorozatnak, amelynek célja a kultúrált rendezett településkép kialakítása. Idén a legszebb minősítést egy borbányai kert kapta. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Hétvégén igazi kellemes őszi kiránduló idő várható, mindjárt elmondjuk, hogy hány fokra számíthatnak, legfrissebb hírekkel pedig hétfőn este jelentkezünk majd ismét. Megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra!